Sziasztok, Görbic Anita vagyok, nézzétek ti is a Zeneshow TV-t. Jövő héten csütörtökön két mérkőzéssel megkezdődik a kézilabdázók 2013-2014-es bajnokok ligája szezonjának csoportköre. Magyarországot a hölgyektől a címvédő győri Audietto, míg a kvalifikációban az FTC Rékalgó Hungária és azért képviseli, az uraknál pedig csak az MKB-MVM Veszprémért szoríthatunk, hiszen a PIK Szeged a selejtezőben a macedon Metallurg Skopje ellen búcsúzott. A Rába partiak tavaly minden csoportmérkőzésüket megnyerték, a cél az új idényben sem lett más, igaz, még a formát hegyezni kell. Még nem vagyunk bomba formában, csúcsformában, természetesen nem is. És most kell, ugye arra időzítünk, hogy majd a végjátékban legyünk nagyon-nagyon jó. De azért úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó volt a felkészülés, jó haladunk lépésről lépésre, úgyhogy megpróbáljuk a csoportban minden mérkőzést megnyerni. A nyáron tovább erősödő veszprémiek idei célja egyértelműen a Final Four-ba jutás, bár a csoport ránézésre könnyebbnek tűnik, mint a tavalyi, a csapat világklasszis átlövője szerint tilos ilyenekkel foglalkozni. Inkább idegenbe lévő mérkőzéseken fogunk nagyon megszenvedni, de természetesen ugye ilyen szintű csapat, mint a Veszprém, igyekszünk majd minden mérkőzésünket megnyerni a BL csoportba, hogyha esetlegesen nem sikerül, az se lesz probléma, viszont a végleges cél az, hogy ott legyünk a Final Four-ba, azt megelőzöm meg az, hogy csoport elsők legyünk. Csalóka is lehet a kép. Hiszen amit már korábban is említettem, hogy nagyon jó csapatok lesznek így is a BL csoport ellenfeleink, úgyhogy maximális elszántság és akarat és hozzáállás kell ahhoz, hogy minden csapatot esetlegesen le tudjunk győzni. A győriek október 10-én fogadják az osztrák Hipót, a Fradi és az Érd a hétvégi Népligetben rendezendő selejtezőben szerepel a svájci Zug és a horvát Lokomotív Zágreb ellen, a csoport győztese lesz majd főtáblás, míg a Veszprém szeptember 19-én a Szentpétervár vendége lesz.